külgazdasági központú külpolitikát kell folytatni a Magyarországnak. Ha röviden akarnám leírni a feladatát a külpolitikának ebben az új helyzetben, akkor azt tudnám mondani, hogy az új feladat a magyar gazdasági érdekek érvényesítése az új világrendben. Három első helyet szeretnénk begyűjteni belátható időn belül, vagyis azt szeretnénk elérni, hogy belátható időn belül az Európai Unióban, hazánkban legyen a legmagasabb az ipar hozzájárulása a nemzetgazdasági teljesítményhez. Ennek a célkitűzésnek az alapját az a gondolat adja, hogy a válság utáni világban igazán erős gazdasággal majd azok fognak rendelkezni, akiknek a termelő ágazatai erősek. Második célkitűzésünk, hogy az Európai Unióban, hazánkban legyen a legmagasabb az export GDP-hez mért aránya. A harmadik célkitűzésünk pedig az, hogy Közép-Európában nálunk legyen az egyfőre vetítve legmagasabb a külföldi közvetlen működő tőkének az aránya. Ebből aztán adódik a három alapvető feladat is a három célkitűzés eléréséhez. Először is új külpiaci lehetőségeket kell felkutatni, magyarul ugye növelni kell az exportot. A második új munkahelyteremtő beruházásokat kell vonzani Magyarországra. A harmadik pedig, hogy elő kell segítenünk a magyar vállalati sikereket a külpiacokon.